Mágus és mesterjós vagyok, vagyis úgy nevelem magamat, mint egy különleges személy. A jóslást 1980-ban kezdtem el, majd egyben a mágiát is kifejlesztettem abban az időszakban. Különleges képességem van, és amit nem tudtam. A horoszkóp alapján, amikor megszülettem, két égites fejtette ki a hatását, és ez nem más, mint Jupiter és az Orion a 90 és a 120 hosszúsági fok között. Az égi hatalmak, a nagy bölcsek, a misztikus jelet adták meg számomra. De az ősi mágia által is megnéztem az őseinket, ott is az elek, elemér szó, az azt jelentette, különlegesen ki van fejleszve, hogy a misztikus jelt adták meg, vagyis a mágiát és a jóslást. Amit csinálok tiszta szívemből, és őszintén, becsületesen és tisztességesen. A jóslásaim és a mágia, amit véghez veszek, nem csak igaz, hanem valóság. Éjjel-nappal dolgozok, és nagyon szeretem azt, amit teszek és csinálok. Mindenek fölött az embereknek a szívéhez úgy szeretnék hozzányúlni, hogy nem azt nézem, hogy ki milyen, hanem hogy mit tudok nekik nyújtani, és mit tudok nekik segíteni. Mindenek fölött a legfontosabb a jóslásom és a mágiában a gyógyulás és az egészség, ha valaki beteg. És azt is sikerrel viszem, mert az is megvan adva nekem, de a gyógyulás és a mágiáé, az is soha nem fogadok el pénzt, csak a jóslás és a mágiát viszem külön, tehát egy rontáslevétel, vagy szerelmi kötés, ha kérik, és ha van lehetőség rá, és ha igazat mondanak, akkor hajtom végre. De úgy hajtom végre, hogy bármikor az illető, ha fölmondja, vagy azt mondja vége, akkor vége szakad annak a jóslásnak és a mágiának. Sajnos elég sokan vannak olyanok köztünk, akik, mint kollégák, tisztelem, becsülöm őket, és rosszat nem mondok róluk, jobban figyeljenek oda, hogy mit csinálnak, hogy beszélnek, és hogy mit tudnak nyújtani az embereknek. A munkám által kérek pénzt, mindig előre megmondom, hogy mennyit kérek, és a kuncsabb dönti el, hogy megadja vagy nem adja meg. De soha nem beszélek rá senkit, és soha nem kényszerítek senkit, és soha nem a kapcsiság és az önzés vezérel, hanem az egyenes beszéd és a tisztesség. A munkámat addig folytatom, ameddig egészségem engedi, és halálommal is magammal viszem a titkot. Soha, de soha nem adok ki senkiről semmiféle titkot, mert nem szabad. Egy igazi jós vagy igazi mágus az magával viszi halálával is, és megőrzi a titkot mindenkor, minden esetben. Az én életem nem csak a misztikumhoz kötődik, hanem az emberekhez, és ezért feláldoztam az életemet, és feláldozom. Mert mindig egyvezérel az életemben a tisztesség, 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 becsületesség, 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 őszinteség, 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 és az, hogy végre azt találtam meg ebben munkában, amit imádok, amit szeretek, és amit megkaptam az égi hatalmakból. Nem nagy képűségből mondom ezt, amit mondok, és feloldottam a fogadalmamat, hogy ne tudják meg a többiek, de most már elmúltam 67 éves, közeledek a 68-hoz, és azt mondtam, feloldom a titkomat, ezt a titkot csak, más titkot nem. Ez pedig nem más, hogy elmondom, hogy úgy születtem meg hasonlóképpen, de a nyomában nem mehetek, a Nostradamushoz képes születtem meg. És én nekem a példaképem és mintaképem a Nostradamus. Háromszor néztem meg a filmjét egymás után, már most is borzong az egész szőr a kezemen, ahogy kiejtett a nevét. Mindenek fölött és mindenki fölött van Nostradamus. A legnagyobb tisztelet övezi, és ami egyben hiszek, ami a legfontosabb a számomra, hogy mindig, hogy az embereken segítsek, ami a legfontosabb, mindig az egészség, egészség, egészség. A többi az másképp van. Én ezt tudom nyújtani önöknek,
egy életen át, és tiszta szívemű Adam is. Általában a jóslásaim 100%-ot senkinek nem adok, de 80-at ígérek, hogy bejönnek és visszaigazolnak, hogy valóban így van, mert önkontroll kérek egy hónap után, hogy mi jött be nekük, és visszajeleznek, és sokan mondják, 10 emberből 8 vagy 9, már van olyan is, hogy a 10-ből 10 is mondja, hogy amit mond, az igaz, és bejönnek. Na hát így állok hozzá. Többfajta kártyából jósolok, és többfajta mágiát csinálok. És hála Istennek sikeresen viszem véghez. És ami a legfontosabb, egy, ez a legszentebb a számomra. Soha, de soha, de soha senkinek nem ártok. Mindig csak a mágiám védelemre és gyógyulásra mehet. Másra nem mehet. De hát rosszra nem mehet soha. Én így látom, és így álltam hozzá a munkámhoz. Köszönöm szépen, esetleg, hogy meghallgattak. Köszönöm mindenkinek.